Azonnal tennünk kellett valamit, hogy kihozzuk ezeket a srácokat. Ez lehet az utolsó kapcsolatuk más emberekkel, mielőtt meghalnak. Az utolsó falon dolgoztunk, és jött a víz. Azt gondoltuk, hogy akkor ott valószínűleg megfulladunk. Ez az igazság, egy óra múlva meghalunk itt. Azt mondtam, elmondom, mit fogok tenni, mi a tervem. Amikor a víz feljön ide, én bemegyek. ...2002. júliusa. A Somerset szénbánya Pennsylvania délnyugati részén Pittsburghtől másfél órányira található. Az ott dolgozó bányászok többsége bányás családokból származik. A 70-es években napi $50 fizettek, ez rengeteg pénz volt, feleségem és gyermekem volt, és $50 naponta úgy gondoltam, hogy vehetek egy házat, és elég jól élhetek. A nagyapám tulajdonképpen egy szénbányában dolgozott. Apám pedig 13 éves korában otthagyta az iskolát, hogy egy szénbányában dolgozzon. Nekem pedig 20 éves koromban szerzett munkát. Élveztem a munkát, érdekes volt. A srácok között, akikkel együtt dolgoztunk, nagyon erős kötelék alakult ki. A szénbányában való munkának megvannak a maga hullámvölgyei. Vannak jó és rossz munkák, de azokkal a srácokkal, akikkel dolgoztam, megérte az egész. Ezen a farmon születtem és nőttem fel. Egész életemben itt éltem, míg el nem mentem főiskolára, majd utána visszatértem a farmra, és újraindítottam a tejipari vállalkozást, melyet a szüleim már évek óta vezettek, és amely még mindig a mindennapjaim legnagyobb részét teszi ki. Ez a legsötétebb sötétség, amit életed során láthatsz. Amikor lekapcsolod a lámpát, nem látsz semmit, minden korom sötét, még a kezedet sem látod az arcod előtt. Egy tipikus bánya magassága ezen a területen 76 cm és 2 méter között lehet. Sötét, de valójában nem fekete. Sötétség van, de fehér a föld alatt, mert mindenhol kőpor van. Egyszerűen klassz hely a munkához. A szénbányában dolgozni rendkívül veszélyes munka. A föld alatt mindenféle elemekkel kell megküzdened. Olyan elemekkel, mint a nagy hőség, a nagy hideg vagy a talajvíz. És ott vannak a föld alatt előforduló gázok is. Ezek közül van olyan, amelyik nem csak kellemetlenné teheti a munkát, de halálos is lehet. A bányászok két csoportja dolgozott a Somerseti bányában azon a végzetes napon. A műszak már majdnem befejeződött, és éppen takarítottak a napi munkájuk után. A műszak vége felé közeledtünk, és éppen befejeztük a szakaszt. Még egy napunk lett volna. Egy átlagos nap volt, amikor időben befejeztük a szénbányászatot. Ezen a bizonyos helyen végeztünk a szénvágással. Én voltam az utolsó a szállítókocsiban. Mark Poppernek működtette a bányagépet. Tudtam, hogy már majdnem végzett a rakodással. Felpakoltuk a kocsit, és előkészítettem Harpo számára. Felpakolt még egy kis szeret, és már mentem is. Felnéztem, és a gépen kialudtak a fények. Elment az áram. Visszanéztem, és a víz a bányába ömlött. Azonnal rájöttem, hogy mi folyik itt, és kihúztam Harpót. Azt mondtam, Harpó, tűnjünk el innen. Alig, hogy kimondta ezeket a szavakat, éreztem, hogy a víz hátba vág. Egy régi, elhagyott, vízzel teli bányába vágtunk át. A víz áttört. Fel akartam ugrani a kocsi hátuljára, hogy kijussak vele. De erre nem volt időm, a víz túl gyorsan ott volt. Soha nem jutottam el az adagolóig, és csak azt mondtam magamban, ó Istenem!
Oda mentem, és láttam, hogy a víz kiömlik, és eltalálja a bányászokat. Azt gondoltam magamban, hogy ez fájni fog, ez nem jó. Mindenki próbálta a többieket összeszedni, hogy kijussunk. A bánya körülbelül 10 méter hosszú, 3,6 méter széles, és 50 tonnát nyom, és 3,6 métert mozdult, amikor a víz áttört, szóval nagy erő volt mögötte. A nyílás, ahol a víz átjött, körülbelül 1,2 méter x 1,5 méter volt. Úgy jött ki a víz a nyíláson keresztül, mintha egy tűzoltó csövön jött volna. Szóval most már ki tudtam nyúlni, és meg tudtam érinteni a vizet, de ekkorra ilyen vízben álltam. A tőlem távolabb lévő víz 1 méter mély volt. Az áram másodperceken belül elment. Nem lehetett messzire jutni. Láttam, ahogy a víz lepereg a támasztó bordáról. Volt egy másik csapat alattunk. Azt mondtam magamban, jobb, ha felhívom őket, hogy tudják, mi folyik itt. Egy bányában dolgozva, ami egy bonyolult terep, a kommunikáció a kulcs, és a kommunikáció fenntartása érdekében a telefonok meghatározott helyeken vannak elhelyezve. Vészhelyzetben ezek a telefonok szó szerint életet mentenek. Senki sem válaszolt. Kezdtem ideges lenni. Nagy mennyiségű víz folyt be ide, el kell érnem ezeket a srácokat. Vedd fel, vedd fel! Valaki azonnal felvette a telefont, és pont ekkor jelentkezett valaki a főhálózatról. Mondtam nekik, hogy el kell tűnniük innen, méghozzá azonnal. Miután ezt elintéztem, magamat kellett mentenem. Valójában ott dolgoztak, ahová a víz tartott. Hála Istennek kijutottak. Éppen hogy, de kijutottak. Randy Fogle, a főnök, pont mögötte volt az utolsó keresztmetszésnél, és nem volt rá mód, hogy átjussak ezen a vizen. Intettem nekik, hogy menjetek. Srácok, mennetek kell. Nem volt mód arra, hogy átvigyenek ezen a vizen. 8 ember volt ott, akiknek most menniük kellett. A többi bányásztól elszakadva, Mark Papernek a több ezer liternyi zúduló víz túloldalán áll. Teljesen egyedül, és nincs kiút. Hátra néztem, láttam egy lámpást, és azt kérdeztem, ki a fene az? Ki az? Azt mondta, Fogle, a főnököm, Randy Fogle, aggódott Mo miatt, aki csapdába esett a víz túloldalán. Mondtam Randynek, hogy ki kell jutnunk innen. A víz nem lassul. A 8 bányász a rohanó áradat egyik oldalán összegyűlt, hogy megpróbáljon kijutni, tudván, hogy akkor segítséget kaphatnak, hogy visszajöjjenek Markért. Mindannyian együtt mentünk és lementünk az övön. Volt ott egy hely, ahol volt egy mélyedés, 90 cm mély, és tudtuk, hogy ha ki akarunk jutni, akkor át kell jutnunk rajta. A víz olyan gyors volt, hogy a lábomat is kihúzta alólam. Kapaszkodtam a kötélbe. De a lábam alól kicsúszott a talaj. Mondtam Foglnak, hogy nem fogom túlélni. A szénbányában dolgozni rendkívül veszélyes munka. A műszak vége felé közeledtünk, átlagos nap volt. Én voltam az utolsó a szállítókocsiban, és éreztem, hogy a víz hátulról csapódik belém. Mondtam Harpónak, hogy tűnjünk el innen. Azt gondoltam magamban, hogy ez fájni fog, nem lesz jó. Csapdába esett a víz túloldalán. Mondtam Randynek, hogy ki kell jutnunk innen. Nem volt mód arra, hogy átjussak ezen a vizen. Kapaszkodtam a kötélbe. Azt mondtam, nem fogom megúszni. Légzési nehézségeim voltak. Oxigénhiány, valószínűleg hiperventilláció. Két keresztvágást ugrottam vissza, ahol egy szerelőkocsi volt. Legalább megpróbálom, át kell jutnom ezen a vizen. Nem hittem, hogy meg tudom csinálni, de nem fulladhatok meg. Arra gondoltam, hogy beleugrom. De túl gyorsan folyt. Ha nem fulladok bele, meghalhatok attól, hogy nekiüt a tetőnek, vagy a bánya aljának. A válaszreakció leginkább a tehetetlenség érzése. Az a gondolat, hogy nincs kiút.
Ez nagyon demotiváló lehet egy ilyen helyzetben lévő ember számára, és néha ahhoz vezethet, hogy úgy érzi, nem igazán tud harcolni, hogy kilépjen ebből a helyzetből. Randy megragadott a nyakamnál fogva, és feldobott az övre. Megmentette az életemet. Az övvonalon mentünk lefelé, próbáltunk kijutni. A következő dolog, amire emlékszem, hogy hallottam egy tompa hangot, ami azt mondta, vissza, vissza! Az előttünk haladó srácok, akik az öv fejénél jártak, leintettek minket, és mondták, hogy vissza kell mennünk. Már tele volt a dőlés. Az összes víz ránk zúdult, meg kellett fordulnunk, és vissza kellett jönnünk rajta keresztül. Ez nehezebb volt, mert amikor lefele jöttünk, akkor olyan volt, mintha átnyomott volna, de most ellenünk nyomott, szóval felkapaszkodtunk az övre. Térdvédő volt rajtam, de folyton elcsúszott. Véres volt a térdem, véres a kezem. Kúsztam tovább az övvonalon. Nem nagyon volt hova mennünk, így hát visszamentünk a szakaszba, hogy megkeressük a bányásztársunkat. Ha ezeket a horgokat meg tudom fogni, talán át tudok kelni ezen a vízen. Ha ezeket a jéhorgokat használom, akkor átjutok a vízen. Négyszer kellett megpróbálnom. Nem volt csak egy jéhorgom, de kettő kellett volna. Jéhorgok és a keze segítségével Mark remélte, hogy át tud lendülni az egyik rögzítőről a másikra. Eredetileg kábelek felakasztására szerelték fel, de minden rögzítő másfél méterre van az előzőtől. Találtam egy másikat. Így hát kettő volt. Gondoltam, kipróbálom. Még gyakoroltam is. Ott vagyok fent, nézem őket és ellenőrzöm. Aztán elejtem az egyiket és eltűnik a vízben. Elhelyeztem a másikat, ahogy mi hívtuk, a folyó felett. Nem értem el. Visszamentem a szerelőkocsihoz, és találtam néhány hosszú csavarkulcsot. Összeragasztottam őket. Élet-halál kérdése volt. Ebben a helyzetben megpróbál mindent megtenni a túlélésért, és szó szerint azt használja, ami a keze ügyébe kerül, hogy ezt elérje. Nagyon vigyáztam a jéhorogra. Nem szabad elveszítenem. A kezemre kell ragasztanom. Szóval a kezemre ragasztottam a jéhorgokat, hogy ne ejtsem le őket. Aztán arra gondoltam, mi történik, ha leesik a sisakom. Mert szükségem van a lámpára. Felragasztottam a sisakomat. Amint átértem a vízen, a másik oldalon egy fal volt, ami a szellőzést biztosítja. Átjutottam a vízen, de nem tudtam átjutni a falon. Vissza kellett menni a szerszámos kocsihoz. Egy kalapácsot ragasztottam az övemre. Amikor átjutok a vízen, át tudom törni a falat. Mindent elterveztem, párszor gyakoroltam, és úgy éreztem, készen állok. Felkaptam az első horgot, készen állok a lendítésre, és akkor ott egy fény világított át egy kis nyíláson a falon. John Filippi volt az, aki visszajött, mert nem tudott kijutni. Ha nem is tudom, 10-20 másodperccel tovább tartott volna, már nem élem túl. Valószínűleg élete utolsó lépéseire készült. Jéhorgok voltak a kezére ragasztva, a sisakját a fejére ragasztotta, meg akarta próbálni magát a tetőre akasztani és áthúzni magát, de nem hiszem, hogy ez sikerült volna neki, szerintem elsodorta volna a víz. Nos, azt gondoltam, visszajönnek értem, hogy kivigyenek. Kijutnak, aztán visszajönnének értem, de nincs mód arra, hogy átjussak ezen a vízen. Kiabáltam, hogy maradjon ott, megpróbálunk szerezni neki valamit. Ő pedig abban a hitben volt, hogy mi visszamentünk segítséget hívni, és visszajövünk érte. De mi sem tudtunk kijutni. Ezért fogtunk néhány kábelt, és megpróbáltuk átdobni neki, hogy kösse hozzá magát, hogy át tudjuk húzni. De ez nem sikerült. Fogl azt mondta az egyik sásznak, hogy menjen el Kotró kanálért. Ő pedig el is ment érte. Fogott egy Kotró kanalat, és a 3,5 méteres víz alá ment, amennyire csak tudott. Nem tudta a gépet a vízbe húzni, mert elrántotta volna. Randy hajmeresztő dolgot művelt. Mondtam neki, hogy a víz
Olyan gyors, hogy ha túl messzire húzza be a kanalat, el fog tűnni. Gondolkodtam még egy kicsit. Nem tudok olyan messzire ugrani. Néztem a vizet és gondolkodtam. Nem tudok belemenni. Háttal a falnak a túlélésért küzd. Bármit megtesz, hogy a traktor kotró kanalába ugorhasson. Hátráltam, futottam és fejjel előre belevetettem magam. Sikerült, és már ott is voltam a srácokkal. Néztem őket, de nem tűntek boldognak. Megkérdeztem, mi a baj? Mondtam, hogy van egy jó és egy rossz hírem. A jó hír az, hogy mind a kilenccel együtt vagyunk. Megkérdezte, hogy mi a rossz hír. Azt feleltem, hogy az, hogy nincs kiút. Megragadott engem, feldobott az övre. Megmentette az életemet. Visszamentünk a szakaszhoz, hogy megkeressük a bányásztársunkat, aki a víz túloldalán ragadt. Ott egy kis nyíláson keresztül fény szűrődött át a falon. John Filippi volt az. Visszajöttek, nem tudtak kijutni. Ha nem is tudom, 10-20 másodperccel tovább tartott volna, nem élem túl. Mindannyian beszálltunk a kotróba, és Randy azt mondta, hogy még egyszer megpróbálunk kijutni. Az út mentén mentünk lefelé, ameddig csak tudtunk. Nem találtunk olyan helyet, ahol azt mondhattuk volna, hogy talán ki tudunk jutni erre. Szóval minden igyekezetünk kudarcot vallott. Így hát visszaindultunk a munkaterületre, és elkezdtük a barikádozást. Falat akartunk építeni magunk köré, de az utolsót nem tudtuk befejezni, mert elfogytak a falazókövek. Az elemek legyőzése nem működött volna. Ahhoz, hogy tényleg működjön, habarcsal kellett volna rögzíteni a falakat, hogy ne szivárogjanak. De amikor ekkora nyomás nehezedik rájuk a víz miatt, valószínűleg kiszakadtak volna. Ez sok időt felemésztett, és ez azt hiszem jó dolog volt. Mivel nincs kiút, a 9 csapdába esett bányász megpróbál falakat építeni, hogy a víz ne árassza el a helyszínt. De van egy ennél sokkal nagyobb gond is. Kevés volt az oxigén. A víz még nem ért el minket, volt még időnk. Nem sok, de volt időnk. A kotró akkumulátorral működik. Az akkumulátor kezdett lemerülni. Randy azt mondta, hogy elbarikádozzuk magunkat, bármi történjék is. Megpróbáljuk távol tartani a vizet magunktól. A levegő kezdett kissé ritkulni. Olyannyira, hogy a srácok már hánytak. A régi bányában dolgoztunk. Volt ott egy fekete nedvesség nevű dolog, olyan, mint a szénmonoxid. Ez keveredett a levegőnkkel, és elszívta az oxigén nagy részét. Nem kérdés, hogy az oxigén nagyon fontos. Ha ez hiányzik, akkor fokozott stressz vagy szorongás léphet fel, ami még nehezebbé teheti a probléma megoldást, a nyugalom megőrzését és a megoldások kigondolását. Tudtuk, hogy jönni fog valaki, de nem tudtuk, hogy mennyi időbe telik, amíg megérkeznek, és azt sem tudtuk, hogy életben maradunk-e. Hosszú nap volt, este 9 körül fejeztem be a gazdálkodást. Kimerült voltam, sikerült lefeküdnöm, és amikor az órára néztem, éjfél előtt volt. Arra gondoltam, még 4 órát alhatok, mielőtt fel kell kelnem. A kutyám őrülten ugatott mellettem. Nem csak egy macskát ugatott, hanem határozott ugatás volt. Kinéztem a hálószoba ablakán, láttam, hogy 2 jármű parkol, nagyon közel néhány épületemhez, és fickók sétálgattak zseblámpákkal. Felmentem, hogy megnézzem, mi folyik ott, és kiderült, hogy nem betolakodók, hanem 2 barátom volt, mérnökök. Láttam az izgatottságot mindkettejük arcán. Emlékszem, hogy lehúztam az ablakot, és megkérdeztem Seantól, az egyik mérnöktől, hogy Sean, mi folyik itt? Soha nem felejtem el, amit mondott. Béli, baleset történt a bányában, és 9 ember eltűnt. Úgy véljük, csapdába estek a farmod alatt. 5 falat építettünk.
Ezeken a falakon dolgoztunk, ami nagyon nehéz volt. Mindent beleadtam, csak hogy egy 10 cm-es blokkot felrakjak. Megépítettük az összes falat. Emlékszem, hogy az utolsó falon dolgoztam, és jött a víz. Látni lehetett, ahogy jön felfelé. Nem olyan, mintha csak egy tavat néznél. Letettem a kalapácsot, és azt beborította a víz. Az utolsó falat nem tudtuk felépíteni. A föld feletti mentőcsapat számára az jelenti a nehézséget, hogy megpróbálják kitalálni, hogy lehet fúrni, hogy legyen egy levegőztető nyílás, vagy hol lehet hozzáférni a túlélőkhöz. Hárman voltunk, és közel voltunk egy aktív gázvezetékhez, ahol Sean jelezte, hogy meg kell próbálniuk csinálni egy kutatófúrást, hogy lássuk, egyáltalán megtaláljuk-e a bányát a felszínről. És ha innen meg tudnánk találni, látni akartuk, hogy nedves vagy száraz-e azon a ponton. Tudtuk, hogy egy olyan területre fúrunk, mely nagyon közel van ahhoz, ahol emberek voltak, de egyben a bánya legmagasabb pontja is. Meg akartuk nézni, el van-e árasztva, van-e ott levegő. Ha van levegő, fennáll-e a lehetősége, hogy az emberek még életben vannak. Nem akartuk az időt vesztegetni, azzal, hogy megvárjuk, amíg valaki kijön, hogy megjelölje a gázvezetéket. Elővettem a felszerelésemet és ástam. Pár óra múlva fúrást hallottunk a felszínről. Azt gondoltuk, hogy lefelé fúrnak hozzánk. Ki tudtuk fúrni az első 15 centis aknát, ahonnan víz helyett levegő jött. Tudtuk, hogy van esély arra, hogy az emberek túlélték az áradást, és hogy van odalent egy levegős terület, ahol esetleg túlélhetik ezt az egészet. A légakna áttört. Nagyon hangosan jött le a levegő a csövön. Fülsértő volt, de ez biztosította az oxigént. Ha valakihez nagyon közel vagy, mégsem hallod, amit mond. Ilyen hangos volt az a kompresszor, ami a levegőt pumpálta. Egyenesen a lemezhez mentem egy méternyire, és próbáltam oxigénhez jutni. Mondtam, hogy üssünk rá 9-szer, hogy tudassuk velük, 9-en vagyunk itt lent. A bányászok ütötték a fúrószárat, és mi hallottuk a felszínről. Tudtuk, hogy nem csak a bányát találtuk meg, hanem élő bányászokat is. Azonnal tennünk kellett valamit, hogy kihozzuk ezeket a srácokat, mert ez lehet szó szerint az utolsó kapcsolatuk más emberekkel, még azelőtt, hogy meghalnának. Azután fogalmunk sem volt róla, hogy fent hallották-e, hogy kopogtattunk a 16 centis fúrószáron. Először azt gondoltuk, hogy valószínűleg megfulladunk. Nem fulladtunk meg. Amikor megfúrták a 16 centis nyílást, hogy levegőhöz jussunk. De a vízzel még mindig gondunk volt. Amikor bementünk, megjelöltük, milyen magasan áll a víz odakint. Megnéztük a vizet, amikor utoljára kimentünk. Így hát felmentünk a szénbánya legmagasabb részébe, az egyes számú bejárathoz. Fogtunk egy vásznat, amit a föld alatt használunk a szellőzés irányítására, a levegő irányítására. Felszögeztünk nem is tudom 3 vagy 4 darabot. Szenet tettünk a tetejére, és megpróbáltuk vízhatlanná tenni. Aztán mögé mentünk, és ott húztuk meg magunkat. Rendszeresen ellenőriztük a vizet, ami folyamatosan emelkedett. A bányászok a bánya legmagasabb pontjára húzódtak. Ponyvával lezárták a területet és elkészítették a menedékhelyüket. Ezután megkezdődött a versenyfutás az emelkedő víz és a mentés között. Ekkor 3 voltunk és a 3 fős fúrócsapat, akik a fúróberendezést hozták. Kb. 2 ember volt itt a Deep Mind Safety-től. A mentőcsapat ekkor körülbelül 8 vagy 9 emberből állt. Az a döntés született, hogy a 16 centis aknát meghagyjuk, és továbbra is levegőt pumpálunk a bányába, mert a bánya oxigéntartalma ekkor már kritikus szintre jutott. Ezt hívtuk 16 centis légaknának. A mentés ideje alatt nem szolgált másra, csak arra, hogy levegőt pumpált a bányába. Gyorsan terveket készítettünk, hogy mit kell tennünk a továbbiakban. Felismertük, hogy a srácok nem fognak tudni kijutni a bejáraton. Rájöttünk, hogy a víz elképesztően gyorsan árad befelé. Tudtuk, hogy a felszínről lefelé kell fúrnunk egy nagy aknát ahhoz, hogy egy kabint be tudjunk engedni, és a srácokat abba a kabinba tudjuk ültetni, hogy aztán függőlegesen mentsük ki őket, ahelyett, hogy vízszintesen sétálnának ki a bánya bejáratán. Azonnal elkezdtük előkészíteni a helyszínt a nagy átmérőjű akna fúrásához.
Nem nézett ki túl jól a helyzet. Ez most tényleg olyan volt, hogy akár meg is halhattunk volna. Talán egy óránk volt. Egy órakor már úgy számoltuk, hogy megfulladunk, és búcsú leveleket kezdtünk írni a családunknak. Szétszedtünk egy üres kartondobozt. Néhány srácnak tovább tartott. Egyeseknek nagyon nehéz volt. Igazából mindenkinek nehéz volt. Amikor megkaptam a tollat, a víz egyre közeledett, és aggódtam, hogy nem tudom megírni a levelet, ezért siettem vele. Így a többiek is meg tudták írni. Ott ültem egy szénkupacon, és körülöttünk mindenütt víz volt, mintha egy szigeten lettünk volna. Ott ültem, és Fogl azt mondta, hogy menjek oda, de én azt feleltem, hogy egy kicsit később, mert el kell intéznem valamit. Imádkozni kezdtem Istenhez, és erőt kértem tőle ahhoz, hogy teljesüljön az akarata. Nem kértem semmit, csak legyen erőm. Aztán oda mentem, hogy megírjam a levelet. Ez volt a legnehezebb dolog, amit valaha tettem. A legnehezebb dolog, amit valaha tettem, az volt, hogy leültem és megírtam a családomnak a búcsúlevelet. Nagyon nehéz volt. Azt hiszem, mindenki megbékélt azzal, hogy ez itt a vég, és nem jutunk ki. A víz továbbra is emelkedik, és meg fogunk fulladni. Beletettük a leveleket egy vödörbe, felülre a nehezebb darabokat, és a vödröt is leragasztottuk, hogy ne jusson bele víz. Aztán a rögzítőhöz erősítettük, hogy ne ússzon el. Az idő nagy részében csak ültünk a sötétben, hogy megpróbáljunk takarékoskodni a világítással, amennyire csak tudtunk, mert fogalmunk sem volt róla, hogy meddig leszünk ott, egy napig, két napig, egy hétig. Fogalmunk sem volt. Beszélgettünk, és sokszor nem csináltunk semmit, csak ültünk és vártunk. Mindenki, akit értesítettek, megjelent. Elsöprő érzés volt, hogy az ország minden részéből jöttek emberek. Azt kérdezték, miben segíthetek. Voltak felszereléseink, melyek már megérkeztek. Ahogy a srácok munkához láttak, majdnem olyan volt, mintha egy valóságos hangyabolyt néznék. Mindenki tudta, mi a dolga, és sürögve végezte a munkáját. Megkérdeztem a fúrómestert, hogy milyen mélyen van, megnézte a naplót, és azt mondta, hogy 30 méternél jár. A bánya pedig 73 méter mélyen volt. Megkérdeztem, mennyi idő kell még ahhoz, hogy bejusson a bányába. Elgondolkodott, és azt felelte, 10-12 órára van még szükség hozzá. Itt két különböző dolog történt. Az első az volt, amikor a 16 centis nyílást fúrták. Továbbra is ellenőriztem a vizet, és még mindig emelkedett. Sokat imádkoztam, és csak reméltem, hogy Isten vigyáz ránk, és próbáltam a pozitív dolgokra koncentrálni, amiket szeretek csinálni, és amiket csinálni fogok, ha kikerülök onnan. Mindenki arra számított, hogy megfullad. Néhányan össze akarták kötni magukat. Én ebben nem akartam részt venni. Fudge azt javasolta, hogy kössük össze magunkat, hogy mindannyiunkat együtt találjanak meg. Én azt mondtam, hogy nem akarom ezt csinálni, de három vagy négy srác, nem emlékszem, hogy kik, megtették. Elkezdtem, de aztán valami azt súgta, hogy nem kellene ezt tennem. Azt mondtam, elmondom, mit fogok tenni. A tervem az, hogy amikor a víz elér minket, én bemegyek. Túl leszek rajta. Nem fogom hallgatni, ahogy mindenki fuldoklik. Meg fogok fulladni, de nem mindegy hogyan. Azt mondtam, hogy nem fogom a számat a tetőhöz szorítani az utolsó lélegzetvételig, amikor a nyakamig ér a víz, elkezdek úszni. Folyamatosan imádkoztunk. Már elég hosszú ideje ültünk ott, aztán kinéztünk a vászon mögül, és a víz még nem volt ott. Így egy idő után elgondolkodsz azon, hol lehet a víz. Itt kellene lennie, mert csütörtökön egy órakor még azt hittük, hogy megfulladunk. Fogl ment le először, és azt mondta, hogy nem fogjuk elhinni. Megkérdeztem, hogy mit? Azt mondta, hogy nem vitte el a víz a sisakot a lámpával. Talán 2,5 centivel csökkent a víz szintje. Lementem és megnéztem. Mindent nyomás alá helyeztek a 16 centis fúrójukon keresztül, amikor levegőt küldtek le, és mintha az kinyomta volna a vizet. Bent maradt valamennyi, de talán 2 centivel lejjebb volt a vízszintje. Én a többiekre néztem, és azt gondoltam, hogy talán van remény. A 2 centi nem volt sok.
Nem vettem részt aktívan a bánya bejáratánál történő munkáknál, de tudom, hogy borzasztó sok minden történt ott, és azt, hogy a víz körülbelül 5 méter mély volt a bánya bejáratánál. Csend volt, csak a fúrót lehetett hallani a víz alatt. Randy ott volt és megkérdezte, hogy hallom-e a tető repedésein és a tartóbordákon keresztül. Mondtam, hogy hallom, de hogy lehet ez? Tudtuk, hogy mi történik. Egy kis légüregben voltunk. Voltak gallonos kannáink, amelyek elkezdtek összepréselődni. Olyan volt, mintha egy tenger alatt járóban lennénk, ami 5,5 méter mélyen van a víz alatt. A bányában az oxigén szintekkor már kritikus szinten volt. Megtudtuk, hogy a víz elképesztően gyors ütemben áramlik a bányába. Meg fogunk halni. Egy óránk lehet hátra. Oda mentünk és búcsúlevelet írtunk a családunknak. Azt hiszem, mindenki megbékélt azzal, hogy eljött a vég. Folyamatosan imádkoztunk. Azt mondta, hogy nem fogjuk elhinni, megkérdeztem, hogy mit. Azt mondta, hogy nem vitte el a víz a sisakot a lámpával, talán 2,5 centivel csökkent a vízszintje. A bányászok a légüregbe szorultak mélyen a föld alatt, vízzel körülvéve. A mentőcsapatok hamarosan visszalépést tapasztalnak. Hallani lehetett a fúrót. Még hallottuk, aztán hirtelen abba maradt. Ó, Istenem, csak most ne adjátok fel. Kezdtem fáradtnak érezni magam. Megkérdeztem a fúrómestert, hogy még mennyi idő szükséges. Azt mondta, hogy 10-12 óra van hátra. Mire én azt mondtam, hogy megyek és alszom egy kicsit, hogy mire leír a bányához, kipihenten álljak készen arra, hogy segítsek, amiben csak tudok. Csupán az egyik csizmámat vettem le. Leültem, hogy levegyem a másikat, amikor hirtelen kopogtak az ajtón. Az egyik srác volt a mentésről. Azt mondta, gond van a fúróval. 31 méter mélyen jártak, eltört a fúrófej. A szerszámot, amit a törött fúró kiszedésére használtak, úgy hívják mentőharang. Általában 3 napig tart elkészíteni, mivel tudták, milyen sürgős a dolog, mindenki kint volt a helyszínen. Mindenki összedolgozott, és így 3 óra alatt elkészült. 18 órán keresztül semmi sem történt. Kifogytunk a gázból. Amikor leültem és gondolkodtam, lekapcsoltam a lámpámat, hogy spóroljak, mert itt leszünk egy darabig. Ha hosszabb időn keresztül ki vagyunk téve a hideg, nedves körülményeknek a föld alatti bányában, az hatással lesz a döntéshozatali képességünkre. A hipertermia hatással van az agyra, és nem fogsz jó döntéseket hozni, ha hipotermiás vagy. A hideg, nedves környezet kezdi megviselni a bányászokat. Randy Fogelnak mellkasi fájdalmai vannak, és mindenki egyre jobban aggódik. Egyáltalán nem volt elsősegélycsomagunk. Alapvető elsősegélyt nyújtottunk, nem volt kérdés, hogy újraélesztésre van szüksége. Rendesen lélegzett, csak azt mondta, hogy fáj egy kicsit a mellkasa. 2 fúróberendezéssel folytattuk, amelyek párhuzamosan dolgoztak. Hallottuk, hogy a fúrás újra beindult. Lementünk és eljutottunk a szellőzőakna nyílásához, a 16 centis nyíláshoz. Nem láttunk semmit, hallottuk a fúrót, közel volt. Ez sokkal nagyobb fúró volt, mint az előző. Túlságosan fáztam, visszamentem és próbáltunk aludni. Végül megkértek, azt mondták, le kell állítani a fúrást, de mi a csodáért kell most leállni? Elmagyarázták, hogy biztosnak kell lennünk abban, hogy amikor betörünk a bányába, nem szakítjuk meg ezt a nagyon törékeny légüreget. Azt, amelyben a srácok éppen vannak. Ezért szombat délután kb. 6 órát vártunk, és végül a vízszint lecsökkent ott, ahol át akartunk törni. Azt mondták, hogy most már folytathatjuk. Ronnie Hillman azt mondta, hallja, hogy valami sziszeg. Szóval kiütötte az egyik építőkövet a falból, amit építettünk, és meglátta a nyílást, amit fúrtak. Emlékszem, hogy Ronnie visszajött és azt mondta, srácok, hazamegyünk.
Miután áttörtünk a nagy átmérőjű fúrófejjel, azt mondtuk, kihúzzuk a fúrófejet és leengedjük a kommunikációs vezetéket. Én voltam az egyik, aki lefelé engedte a bányába, és emlékszem, láttam az embert, aki a mikrofonba beszélt, és azt mondta, hogy a srácok a bányában vannak. Ami a föld feletti mentőcsapatot illeti, mindenki abban reménykedett, hogy mind a kilencen túlélik. És leengedték a mikrofont a 16 centis nyíláson át. Soha nem felejtem el, hogy köd volt a nyílásban, és zöld jelzőfény volt a telefon körül, hátborzongató volt. A srácok azt mondták, hogy csapdába esett bányászok vagyunk, és azt gondoljuk, hogy soha nem jutunk ki innen élve. Nagyon furcsa volt számunkra, mert másokat is hallott. Elmagyarázták, hogy ez a berendezés olyan érzékeny, hogy hallani lehet a tűzoltókat egymással beszélni, vagy az autópályarendőrök beszélgetését. Azt mondtam, hogy azokkal a férjekkel, testvérekkel, barátokkal szeretnék beszélni, akik a bányában vannak. Nem pedig olyannal, aki éppen fogja a rádió jeleit. Feltették a nagy kérdést, hogy hányan maradtunk életben. Mondtam, hogy 9-en. Visszakérdeztek, hogy ez biztos-e. Mondtam, hogy csak rátok vártunk, hogy mit kell majd csinálnunk. Mindenki azt akarta, hogy a másikat vigyék ki előbb. Sírtunk a boldogságtól. Nagyon örültünk. Mondták, hogy küldenek le takarót, gyümölcsszeletet, vizet. Hozták a kabint, és emlékszem, hogy ahogy előkészítettük, hogy leküldjük a kabint, takarókat, elemeket, friss vizet, gyümölcsszeletet helyeztünk el benne. Olyan dolgokat, amelyekre a srácoknak szükségük volt. Azonnal megkezdték a mentést. Leengedték a kabint, de nem lehetett beszállni, mert tele volt takarókkal, élelemmel, vízzel. Súlyosan dehidratáltak voltunk. Kényszerítettük magunkat arra, hogy igyunk. Ettem egy csokit, és rosszul éreztem magam tőle, aztán egy rágót, ami nagyon jó ízű volt. Ez volt a legjobb rágó, amit valaha ettem. Mindannyiunkban ott van a túlélési vágy, de nem vesszük észre, hogy bennünk van, amíg nem kerülünk ilyen helyzetbe. Ezeknek a bányászoknak, ha végre a föld felé jutnak, az olyan lesz, mintha átlépnék a célvonalat, ami életük legnagyobb kihívását jelentette. Ahogy a kabina felszínhez közeledett, mindenki tapsolni kezdett. Egyfajta tisztelgés volt az erő és a bátorság előtt, amiért ezek a srácok kitartottak. Én voltam a negyedik, aki kijött. Azt hitték, hogy szívrohamon van, de nem az volt. Burzitiszem volt, vagy valami ilyesmi. Zavart, hogy vizes voltam. Ahogy jöttünk felfelé, azt mondták nekünk, hogy 500 ember van idekint, akik arra várnak, hogy lássanak titeket. Elkezdtem nevetni, és azt mondtam, hogy nem lehet, hogy 500 ember van idekint, és várja azt a 9 hülyes rácot, akik beszorultak egy lyukba. Hetedikként jöttem ki. Persze, mindenki viccelődött, hogy igen, a szerencsés hetes. Nagyon szerencsésnek éreztem magam, átkozottul szerencsésnek. Ez volt életem legjobb utazása. Bugi és én utolsóként maradtunk lent. A kabint visszaeresztették. Bugi azt mondta, menj előre. Én azt mondtam, inkább te menj előre. Nem, te menj. Ne, inkább te. Azt akarod, hogy én menjek, én azt, hogy te, úgyhogy te mész. Beültette a kabinba és felment. Aztán körbenéztem és elgondolkodtam, mi a fene történt itt. Arra gondoltam, hogy holnap nem tudok jönni dolgozni. Aggódtam, hogy ki fogok hagyni egy napot. Nem fogtam fel, hogy mi is történt valójában. Tudni akartam, hogy a családom fent van-e, mert látni akartam őket. Alig vártam, hogy lássam őket. Fent rengeteg ember volt. Hallani lehetett, ahogy éjjeneznek a nyílás körül. És látni lehetett a sok fényt. Sosem fogom elfelejteni. Ez egy trauma, ami örökre megmarad. Soha nem múlik el. Utolsóként olyan ember jött fel, akivel együtt nőttünk fel. Mark Popernek. És én ugyanazzal az iskolabusszal jártunk, amikor gyerekek voltunk. Amikor feljött a felszínre,
Megkönnyebbültem, mintha a világ súlya lekerült volna a vállamról. Emlékszem, arra gondoltam, hogy mind a 9-en biztonságban kijöttek.